második fontos dolog, ahol óvatos és finom különbséget kell tenni, hogy semmi bajunk sincs a Magyarországon élő muszlim közösséggel sem. Akik itt vannak, jó helyen vannak. Törvényes alapokon vannak, ők nem bevándorlók, hanem az elmúlt 20-25 évben érkeztek Magyarországra, jogszerűen, a kijelölt határátkelő helyeken, vállalkozói engedélyt kértek, és egzisztenciát hoztak létre Magyarországon. Igenis örülünk, hogy kebabosok vannak a körútjainkon. Igen, szeretünk húsvétkor a szír hentesnél bárányt vásárolni. Ezek komoly egzisztenciák, rendezett emberek, akik hozzátesznek a munkájuk révén ahhoz az értékhez, amit Magyarország minden évben létrehoz. Ezért ezt a muszlim közösséget, amely Magyarországon meg fogjuk becsülni. De egyáltalán nem kívánjuk, hogy az arányuk hirtelen, külső behatás eredményeképpen radikálisan nőni kezdjen. Tudom, hogy ezek látszak egymással szembe menő dolgok, de ha van bennünk kellő intellektuális erő, és kibe lenne, ha nem a nagykövetekben, hogy bizonyos dolgokat árnyaltan fogalmazzanak meg, és árnyaltan képviseljenek, akkor szerintem önök erre képesek lesznek. Tehát az iszlámot, mint civilizációt nem bíráljuk, az ilyen alapokon álló államokkal erősíteni akarjuk a kapcsolatainkat, a Magyarországon élő ilyen alapon álló kulturális iszlám közösségeket értéknek tekintjük, nem kívánjuk őket még verbálisan sem kényelmetlen helyzetbe hozni, ugyanakkor ragaszkodunk Magyarország jelenlegi etnikai kulturális összetételéhez, és nem akarjuk elismerni senkinek a jogát, hogy ránk kényszerítse ennek megváltoztatását. Nagyjából ez az a pozíció, ez a szellemi közeg, amiben a konkrét politikai kérdésekben önöknek majd állást kell foglalni. Arra akarom önöket kérni, hogy ezekre a mélyebb, mögöttesebb megfontolásokra tekintettel válasszák ki a szavakat, amiket használnak, adjanak nyomatékot, vagy éppen vegyenek el súlyt a szavaiknak, illetve szavaikból. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, határvédelem. Amit most fogok mondani, az első pillantásra középkoriasnak tűnik, de miután Amerikában is ezt mondják, ezért ez egy vállalható középkoriasság. Az az ország, amelyiknek nincsenek határai, vagy szükség esetén nem tudja azokat megvédeni, az nem ország. Most természetesen az Európai Unió a mi nézőpontunkból is helyesen döntött, amikor az Európai Uniót alkotó országok egymás közötti határainak ellényegtelenítéséről hozott döntést. Meg ezzel nem szüntette meg őket, hiszen Ausztria és Magyarország között van határ. Németország és Franciaország között is van határ. Még ha vitatják is esetleg egyesek, hogy hol kéne annak lenni, ettől az még valahol van, ki van jelölve nemzetközi szerződésekbe. Hogy ezeken a határátkelő helyeken nem érvényesítenek ellenőrzést, hanem speciális szabályokkal, amit Schengennek nevezünk mind közönségesen. Egy közös határellenőrzés nem alkalmazó jogi rezsimet vezettek be, ez nem jelenti azt, hogy ne lennének ott a határok. Ezek megvannak. A mi helyzetünk annyiban különbözik az övéktől, amikor a németekétől, akinek nincsenek Európai Uniós külső határaik, hogy nekünk külső határaink vannak. Tehát Magyarország azon országok csoportjához tartozik, amelynek nem csak befelé, mondjuk Ausztria vagy Szlovákia irányába vannak Európán belüli határai, ahol a határellenőrzésnek most speciál nem szerzünk érvényt, mert éppen abban állapodtunk meg a schengeni megállapodás szerint, hogy ott úgy teszünk, mintha nem volna határ. De vannak a külső határaink, amelyeket viszont, amelynek a megvédését vállaltuk. Ha valaki fölüti önök közül, gondolom, hogy kevesen fekszenek úgy, hogy előtte forgatják a schengeni kódexet, de ha fölütnék a schengeni kódexet, akkor ez a világosan le van írva. Nem javaslat, nem jámborkérés, ami jogi kötelem. Az az ország, amelyik csatlakozik a schengeni megállapodáshoz, és a befele nyugat felé lévő határait, az uniós ország felé lévő határait nem ellenőrzi, annak vállalnia kell cserébe azt, hogy a külső határokat, azokat meg fogja védeni. Ez a schengeni kódex része. Ez egy kötelezettség. Tehát Magyarországnak, Görögországnak, Olaszországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak, akinek külső határai vannak, kötelezettsége megvédeni nemzeti erővel, nemzeti alapon ezeket a határokat. Sőt, ez a bizonyos schengeni kódex, aminek az elolvasására az ember így rákényszerült, és jogi műveltségének újabb dimenzióit kaphatta meg, cserébe a
sok politikai nyavajáért. Azt a sort is megtalálhatja a Schengeni megállapodásban, hogy az van előírva, hogy azt kell garantálnia az ilyen külső határa rendelkező országnak, hogy az ő határát az Európai Unióhoz nem tartozó országok polgárai csak a kijelölt határátkelőpontokon, a hivatali órákban lépik át. És vessük ezt össze a valósággal. Odaállnánk a Schengeni kódexsel a kezünkbe, röszkéhez, a zöld határozatnak emberek. Nem világos pontosan milyen nyelven mondanánk ezt. A helyzet a következő. Dublin, Schengen, közös európai megállapodások. Itt van egy határ, tudják. Ezt önök nem léphetik át, olvassák már el, legyenek kedvesek. Ott van a határátkelő helypont, oda kell menni. Sajnos most éppen este van, majd a nyitvatartási órában kell ott átmenni. Ma ez a jogi realitás. És van egy szociológiai realitás, hogy a gyökeresen eltér. Az a kérdés, hogy mit teszünk. Úgy teszünk-e, mintha nem lennének ezek a jogi kötelmek, és azt mondjuk, hát az élet fölírta a jogot. Meg ezen a szocializmusban erre mondjam, genetikailag meghatározottan tudnánk példákat hozni, hogy hogy ivódott belénk. Amikor a saját jogsértéseinknek kerestünk ugye, magyarázatokat, majd fogok én ezeknek törvényt tisztelni, ugye? Tehát mi magyarok értjük a lehetőségét annak, hogy inkább a jogot kell igazítani a kívánalmainkhoz, és nem a magatartásunkat a joghoz. De ha Európa teszi ezt, és most Európa teszi, akkor az a baj nagy baj lesz. Szóval nem lehet egyszerre hatályban tartani, és a tagállamokkal szemben kikényszeríteni bizonyos közös megállapodáson nyugvó szabályokat, és ezzel időben azt mondani, hát persze, de a valóságban úgyse tudjuk őket érvényesíteni. Ha ez a kettő elválik, ez először lebontja a Schengeni rendszert, azt a veszélyt hordozza magával, hogy akkor majd máshol lesznek szilárd határok. Nem az Európai Unió külső határa, hanem beljebb. És akkor elveszítjük a szabad mozgás lehetőségét. Aztán fölőrli a bizalmat, mert nem fogják elhinni az Európai Uniós tagállamok egymásnak, hogy nem akarják megvédeni a határt, pontosan, hogy nem tudják megvédeni a határt, hanem azt fogják föltetni, hogy nem is akarják, és a problémát így föl akarják terelni hozzájuk. Görögországot tudom itt most ilyen szempontból a bizalmi válság középpontjának megemlíteni. Görögországnak olyan határőrzetet kellene végrehajtania, aminek eredményeképpen Magyarországra nem jöhetne bevándorló. Nekünk semmilyen problémánk nem volna, ha a görögök a regisztrációt, a nyilvántartást, a menekültek és a bevándorlók különválasztását elvégeznék. Akkor Magyarország semmilyen baja nem lenne a szerb-magyar határon. Így aztán az osztrákoknak sem lenne, meg a németeknek sem. De a görögök ezt nem teszik meg. És akkor most gondolkodhatunk azon, hogy Görögország, amik a szövetségesünk, ráadásul együtt érzünk, miért nem teszi ezt meg? Nem tudja, esetleg nem is akarja. És már megkezdődött az egész Európai Unió alapját adó bizalom fölmorzsolódása. És akkor majd erre a föltételezett szándékra majd hozunk egy jogszabályt, ahol nem valljuk be, hogy persze ezt azért hozzuk, mert nem hiszünk a görögöknek, de mindenki tudja, azért hozzuk, és az egész egy képmutató jogrendszerré változik, amelynek aztán a betartására megfogalmazható erkölcsi követelmények folyamatosan lazulnak, hiszen mindenki tudja, hogy jött létre. Hát ez egy zsákutca. Így Európai Uniót sem fölépíteni, sem megtartani, sem működtetni nem lehet. Vagyis ha vannak jogszabályaink, mármint közös megállapodáson nyugvó európai jogszabályunk, azokat be kell tartani. Ezzel a dilemmával szembesült Magyarország. És mi nem akarunk arra hivatkozni, hogy hát, kedves osztrák sógorok, kedves német barátok, a görögök miatt ez a helyzet, hát akkor mi átengedjük az embereket és tessék, hanem mi ragaszkodunk ahhoz, hogy miután aláírtuk a Schengeni megállapodást, azt be fogjuk tartani. A baj az, hogy erre most nem vagyunk képesek. Magyar államnak olyan állapotban kellene lennie, hogy egyszer azt mondja, hogy holnap reggel a mi határainkat, csak a kijelölt határátkelőhely pontjain, az ott leírt rendben lehet átlépni, akarnak érvényt is tudjon szerezni. Érvényt tudnánk ma önök szerint ennek szerezni? Nem tudunk. Nem tudunk, mert Szerbia és Magyarország között nincs fizikai határ. Vagy legalábbis, ha egy vonal lehet fizikai határ, akkor a vonal fölött nincs fizikai építmény, amely kikényszerítené mindenkivel szemben, hogy márpedig átlépni a magyar államhatárt csak a kijelölt határátkelő helyeken lehet. Ezért özönlenek be.
mert nem tudunk ennek érvényt szerezni. Mikor láttuk, hogy ez a helyzet előállhat, meghoztuk a döntést, a bizonyos kerítés, hogy kell mondani PC módon, fizika, ideglenes biztonsági határzát, magyarul kerítés, fölépítéséről. Ráadásul, utána éreztük, hogy az idő szorításában vagyunk, nem volt arra lehetőség, hogy csak egy kerítést építsünk. Egy olyat, mint ami a spanyoloknak van, vagy olyat, amit a franciák építettek, és persze odahaza büszkén hivatkoznak rá, kifelé meg letagadják, de ez egy másik történet. Hanem nekünk egyszerre kellett építeni egy tartós megoldást jelentő, magas, jó műszaki adottságú határzárat, és egy gyors határzárat elé, ami egy ilyen szöges drótrendszer. És a kettőt egyszerre kell csinálnunk. És a végén mind a kettőt fölön is kell tartanunk. Egész addig, amíg a mostani őrület el nem múlik. A baj az, hogy itt is megy az idő, az építkezésre persze haladunk, mindannyiunknak elemi érdeke, az Európai Uniónak is elemi érdeke, akármit mondanak, az osztrákoknak is elemi érdeke, a németeknek is elemi érdeke, hogy ne legyünk Görögország. Hogy Magyarország ne úgy viselkedjen, mint Görögország, hanem akarja és tudja megvédeni a külső határát. Ehhez pedig egy fizikai pont, fizikai vonal, építmény kell, amit aztán majd az odavezényelt hadsereg, kérem az ellenzéket itt is egyébként, hogy ne kösse meg a kezünket, hanem tegye lehetővé, hogy a hadsereget erre a célra használni tudjuk. Az odavezényelt rendőrség, a határellenőrzése följogosított más hivatalos személyek képesek lesznek majd ellenőrizni. Joggal teszi fel az ellenzék azt a kérdést, hogy van-e arra garancia, hogy ez elegendő lesz. Nincs garancia arra, hogy ez elegendő lesz. Egy dolog biztos, amit emberileg meg lehet tenni, azt meg kell tennünk. Ennek van erkölcsi dimenziója, majd mindjárt visszatérek erre is. Mint elmondtam, van nemzetközi jogi dimenziója, és van világos nemzeti érdek mögötte, hogy mindent megtegyünk, ami emberileg lehetséges. Én olyan munkát várok el a kormány tagjaitól, a honvédelmi minisztertől is, a belügyminisztertől is, egyáltalán a határ őrizetért felelős minden kormánytaktól, hogy ha azt a döntést hoztuk, hogy a határt meg kell védeni, akkor védjék meg. Az alkalmassági kérdés. Nem csak személyek alkalmasságának kérdése, hanem a magyar hadsereg és a magyar rendőrség alkalmasságának a kérdése. Azért tartjuk őket, azért tiszteljük őket, erre jó okunk van, különösen most a rendőrök esetében, akik szerintem világszínvonalon teljesítették a rendfenntartó kötelezettségeiket, fizikai erőszak alkalmazása nélkül, vagy annak a minimális mértékével tudták kordába tartani az eseményeket úgy, hogy meg tudtuk védeni mind a bevándorlók, mind pedig a magyarok fizikai és vagyonbiztonságát. De minden esetre azért tartjuk őket, azért fizetjük őket, azért tiszteljük őket, azért kérjük a munkájukat, azért tesznek le majd most néhány százan ismét esküt a következő néhány nap, hogy oda menjenek a határa, és ott legjobb tudásuk szerint a jogszabályok keretei között védjék meg Magyarország külső határát, ezzel védjék meg a schengeni rendszert, és végső soron védjék meg Magyarország Európai Uniós tagságát. Ez egy európai kötelezettség, aminek nagyon remélem, hogy a magyar jogkikényszerítő szervezetek képesek lesznek érvényt szerezni. Mi sem emberi, sem pénzügyi forrásokat nem kímélünk e tekintetben, bármennyi embert és bármennyi pénzt a rendelkezésükre bocsátunk, de ezt a munkát el kell végezni. Ellenkező esetben az itt leírt görögökre jellemző helyzetben találhatnánk magunkat. Beszéljünk egy kicsit az erkölcsi felelősség kérdéséről. Mert mégiscsak emberi dolgokról van szó. Mégiscsak úton lévő milliókról van szó. Mégiscsak közülük sokan olyan országokból indultak el, ahol valóban háborús konfliktusok dúlnak. Még ha a többségük lassan már nem is ilyen térségből jön. Az arányok, a belső arányok látványosan változnak. Belső Afrika aránya folyamatosan nő, és megjelent ez a pakisztán-bangladesi irány is. De még ha nem háborús övezetből jönnek ezek az emberek, akkor is több ezer kilométert tettek meg valahogy. Leginkább lábon, esetleg családdal együtt is. Ezért nem lehet elkerülni, hogy valamilyen módon érzelmileg is viszonyuljunk a dologhoz, és az érzelmi viszonyuláshoz pedig tisztáznunk kell a felelősség, azonban is az erkölcsi felelősség kérdését. És én nagyon szeretném, ez egy nagyon nehéz intellektuális művelet, de szeretném, hogyha önök sikerrel járnának e művelet tekintetében. A politikában, ahol önök is szolgálatot teljesítenek, vagy a közjogban,
a felelősség természete az eredményhez kötött. Eredményfelelősség van. Majd amikor önök a megfelelő pillanatban az ítélőszék elé kerülnek, legyen az evilági, ezt nem kívánom, bár a magyar történelem bővelkedik ilyen pillanatokban, vagy legyen nem evilági ítélőszék, nem azt fogják önöktől megkérdezni, hogy mi volt a szándékuk, hanem mi volt az eredménye annak, amit döntöttek. Mert a politikában nem szándékfelelősség van, hanem eredményfelelősség. Ez valamelyest a mi szakmánkat megkülönbözteti a mindennapi élet más szakmáinak egy tekintélyes részétől. De a mi felelősünk az eredményekért tartan. Sem nevet, sem országot nem mondok. De ha valaki mindig csak azt mondja, hogy mi a dublini egyezményt betartjuk, és most már ideje, hogy kvóták szerint szétosszuk az Európába érkezett bevándorlókat, az jogilag korrekten fogalmaz. Szándéka szerint pozitívan. Mégis borzalmas dolgot tesz. Mert a szándékától függetlenül ennek a mondatnak az eredménye az az, úgy hallják az érintettek, hogy bántódásuk nem fog esni, szabadon jöhetnek úgy, mint eddig, átléphetik illegálisan a határokat, mint eddig, és a végén majd valahol biztonságba fognak jutni. Valahol el fogják őket helyezni. Nekünk a kvóta egy nemzeti nézőpont szerint, hogy a teherviseléssel függ össze. Ki mennyi terhet visel? Na de egy 2000 kilométert gyalogló ember számára ez nem erről szól, hanem arról, hogy őt majd valahova el fogják helyezni. Ezért ezek a mondatok a szándéktól függetlenül meghívást jelentenek. És nekünk ezért az eredményet kell felelősséggel tartozni. Az erkölcsi felelősségünk is az eredményhez kötődik, nem a szándékunkhoz. És ha szándékunktól függetlenül azt váltotta ki a politikai döntésünk, hogy milliók útra keltek, akkor nekünk ezért kell erkölcsi felelősséget viselni. Ezért nagyon fontos, hogy világossá tegyük, és én azért szoktam ilyen egyértelműséggel, szinte smirgli papír kényelmetlenséggel fogalmazni, amikor azt mondom, hogy ne gyertek. Azt kérem azoktól, akik Magyarországon keresztül akarnak menni Európába, ne gyertek. Ezt erkölcsi okokból mondom. Mert nem tudunk mi magyarok felelősséget vállalni azért, ami veletek az úton történni fog. Mi nem csábítunk titeket erre az útra. És nem tudok felelősséget vállalni, és mi magyarok nem tudunk felelősséget vállalni azért, ha elnyel benneteket a hullámsír. Ne kockáztassátok se a magatok, se a gyerekeitek életét egy illúzió érdekében. Mert ne gyertek, nem fogtok tudni itt átjönni a határon. Magyarország, miután nem menekültek vagytok, majd erre is mindjárt visszatérek, hanem bevándorlók, a bevándorlás vonatkozó szabályok szerint fog eljárni. Nem enged be, vagy visszaküld. Ezért ne tegyétek kockára a gyerekeitek életét. Ugyanis ezek az emberek, és itt érkezünk egy nagyon fontos ponthoz, ezek az emberek már nem a biztonságukért futnak. A török menekültábor nem egy kényelmes hely. Valószínűleg nem is az álmok ne továbbja. Nem is az az élet, amit szeretnénk magunknak. De aki már egy török menekültáborban van, az már biztonságban van. Ő már eljött arról a területről, ahol naponta veszélyben forgott az élete. Aki Görögországig eljutott, az már biztonságban van. Hiszen Görögországban senki nem fogja őt üldözni. Aki Macedóniáig eljutott, már biztonságban van. Ő már nem az életéért fut tovább, ő ami mást akar. Aki Szerbiába eljutott, biztonságban van. Ő valami mást akar, nem biztonságot. Aki Magyarországra eljutott, már biztonságban van. Nem az életéért fut, ha tovább megy, valami mást akar. Aki Ausztriába eljutott, és onnan Németországba megy tovább, az nem az életéért fut, hát Ausztriában nincs veszélybe az élete. Valami mást akar. És szembe kell néznünk a realitásra, hogy ezek az emberek nem egyszerűen menekült státuszt akarnak, Németországban akarnak menekült státuszt. Ez nagy különbség. Mert ők valójában a német életet nézték ki maguknak. Élhetnének macedón életet is, vagy török életet, vagy görög életet, vagy magyar életet is. De nem akarnak. Ők német életet akarnak, ezért akarnak oda menni. Ennek semmi köze a biztonsághoz. Ennek semmi köze az életért futó emberért viselendő erkölcsi felelősséghez. Ezért nem viszonyulunk hozzájuk menekültként, hanem bevándorlóként kell, hogy hozzájuk viszonyuljunk. Hogy megértünk, mert a német élet biztosan jobb, mint a török menekültábor élete, vagy a görög állampolgár élete, vagy akár a magyar állampolgár élete. Ha nem így volna, akkor nem mennének oda dolgozni a magyarok.
de ők egy német életet akarnak. És ezt nem tisztázzuk magunkba, és engedjük, hogy a vizuálisan megjelenő érzelmek, azok egy hamis erkölcsi felelősség alá tegyenek bennünket, akkor rossz politikai döntéseket fogunk hozni. Még az is lehet, hogy szándékaink szerint erkölcsöset, de az eredmény szempontjából katasztrofális, közel a bűnhöz. Nem tehetjük meg. Ezért egyenesen és világosan kell beszélni. Ha már megvan az életed, nem vagy veszélyben, elmenekültél. Jobb, ha Törökországban maradsz, jobb, ha Görögországban maradsz, mint ha Magyarországon keresztül akarna az Európai Unióba jönni. Ha pedig oda akarsz bevándorolni, annak az Európai Unióban megvannak a szabályai. Hát mindenkinek vannak bevándorlási szabályai. Be lehet adni az aténi nagykövetségen, Magyarország aténi nagykövetségén, gondolom a németen is, egy igényt, hogy akár menekültként, akár bevándorlóként Magyarországon szeretnék élni. Ezt el fogjuk bírálni, erre vannak jogszabályaink. És a végén megmondjuk, hogy ha menekült vagy, akkor nemzetközi konvenciók szerint van-e itt helyed, vagy egy másik országban kellene inkább lenned, ha pedig bevándorló vagy, akkor megmondjuk, hogy akarunk-e veled együtt élni? Van-e rád szükségünk? Tudunk-e neked helyet adni? Mert mi tudjuk, hogy hány embernek tudunk munkát, ellátást, a magyarokéba azonos civilizációs szintet biztosítani. És csak annyinak adhatunk, amivel nem romboljuk le a sajátunkat. És ebből a szempontból szerintem nagyon bölcs az, amit a katolikus egyház a napokban mondott. Itt a eretnekeknek is szabad elismerést kifejezni. Ugyanis teljesen nyilvánvaló, hogy abban az esetben, hogyha az ebből fakadó terheket a magánszemélyek vállalják, mondjuk adományt adunk azoknak, akik rászorulnak, vagy az egyház a saját vagyonából ezt megteszi, gyűjtésrendet, vagy a saját vagyonából ad nekik, azzal gazdaságilag nem csinál rossz dolgot. Nemzetgazdasági szempontból nem árt, sőt lehet, hogy használ. Nem akarok belemenni bonyolult fejtegetésekbe, a vásárlóerő, költés és így tovább. De lehet, hogy még jót is tesz a gazdaságnak. Ha azonban ezek a terhek az államokra nehezednek, és a költségvetéseknek kell helytállni, abban a pillanatban ez azt jelenti, hogy azok a gazdaságok nem fognak tudni fejlődni. Megváltozik a termelés és az elosztás aránya, megváltozik a gazdaságfejlesztésre fordítható összegek és a jóléti kiadások aránya, és sok minden megváltozik még, ami nagyon könnyen gazdasági katasztrófába sodorhatja ezeket az országokat. Ezt többen mondják is. Ezért nagyon helyes, ezért mondom, hogy szerintem a katolikusok hiába 2000 év, mégiscsak 2000 év, nagyon bölcsen érzékeltetik a világgal, hogy itt mindenkinek magának kell felelősséget vállalni, meg az egyháznak kell, és nem pedig az állami költségvetéseknek. És ez a distinkció, ez a különbség rendkívül fontos. Mert egyébként tönkretesszük a keresztény jóléti államokat. És szerintem ez egy olyan nagyon fontos különbségtétel, amiről ritkán beszélünk, de fontos talán ebben a körben megemlíteni.